Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket, Scrap Money-kozni fogok, és itt van velem a Jack. Hello. Várjál, nézz, így elő. És a mai részben egy kis kihívással készültünk. A mögöttünk lévő 3-3 kötömböt kell eltávolítanunk, erre kell egy hatékony gépet építeni, és a lényeg az lesz, hogy ki tudja ezeket a leghamarabb elpusztítani, és ilyen resource konténerbe belepakolni a nyersanyagot, ez is fontos lesz, viszont hogyha megtelnek a resource konténerek, akkor a kövek mellett lesznek üresek, azt lehet majd cserélni, de akkor ér majd véget az idő, amikor az összes kötömbben lesz távolítva, és az összes resource be lesz pakolva konténerbe. Úgyhogy Jackkel most ennek fogunk elébe nézni, nincs időkorlát, majd a komment szekcióban ti véleményezhetitek természetesen, hogy melyikünk lett a leghatékonyabb szerintetek, illetve melyik gép néz ki esztétikusan a legjobban. Ezt majd meglátjuk, úgyhogy van egy építési területünk ott messze, illetve a táborban vannak ilyen próbakövek, hogyha szükség lenne rá. Úgyhogy ez lesz a mai feladat, és a teheneket nem szabad megölni, az minusz pont. Ez fontos. Na persze, ez... Tőgyarcuk tején. Ez már járulékos veszteség, hogyha útban vannak. Hát az, arra kell ilyen ilyen terelő karám majd a fúró köré. Az persze, terelő karám. Nem tudom, hogy érdemes-e nagyon nagy fúrót csinálni, mert azzal meg lehet kicsit nehéz lesz mozogni. De ugye azért itt vannak szép nagy kavicsok, főleg a középső az eléggé nagy. Volt még ennél is sokkal nagyobb, de nem akartam magunkat szénné szivatni. Meg ebből azért jó sok alapanyag ki fog esni. Úgyhogy, hát meglátjuk. Esünk neki szerintem az építésnek. Fog neked? Na, már most jössz leskelődni? A fenébe lebuktam. Menj már vissza, csak nézem, hogy kibukik a neved. Hát ez hihetetlen, fegyvert kell a kézbe venni, mert itt nem valaki csal már egyből. Így van. Na, és majd meglátta a megtervemet. De hogy is, nincs is ötleted. Van egyáltalán de, hogy nem. Bármilyen jármű vagy állat, amire hasonlítani, egy nagy kőevő csiga lesz. Így van, egy nagy kőevő tehén lesz, azért vannak úgy ott a tehenek, hogy szimbolizálják ezt a... Azt le kéne mérni viszont amúgy. Most oda megyek, csak hogy tud. És lemérem, hogy hány blokk széles nagyjából ez az egész. Már falat épít, menj már! Szóval 20x20-as nagyjából egy ilyen kőtömb. Uh-huh. Ugye tisztában vagy egy aprósággal? Igen. Hogy igazából... Ez hülye! Menj innen szépen! Jó van. Na, annyit elárulok, nem titok. Én egy ilyen kamionos setupra gondoltam. És maga a resource konténerek, azok a pótot fogják alkotni, de az egész egy mozgó szerkezet lesz. De mert tényleg te is a francba. Hát ez nem hiszem mellett. Az enyémet már le lehet venni közben a izéről, megvannak a kerekek, ez lesz az alapja, és még itt a hátulján még lesz egy sor a lámpáknak, féklámpa, ilyesmi. Egy kicsit majd ilyen szkeletonosabb lesz a cucc, csak egyelőre többen építem, aztán kiváljon belőle azokat a részeket, ahol a motor kerül, és a többi természetesebben nem fogok izét használni, elektromos motort, mert az olyan, itt jöhet a rendes benzinmotor. Mister, nem használok elektromos motort. Jól alakulsz? Mi ez a súnyi nevetés? Fogalmazhatunk úgy, hogy alakul. Uh-huh. Jó, én most úgy állok jelen pillanatban, hogy kész van ugye egy kamionnak ugye az eleje. Ugye most a pótot kezdtem el, és hát elég. Nekem tetszik, még nincs leszínezve, persze azért nagyon sokféle színe van, de vannak rajta lámpák, amiket le kéne kapcsolni, hogy ne lagoltasson, de úgy egész jó formája van, még ilyen ajtók kellenek, meg ilyen apróságok, meg egy pár díszítő elem, és akkor utána megcsinálom hátra a resource konténereket, ahova én gondoltam egy extra dolgot, ami által elég nagy kapacitásom lesz. De ezt majd a maga idejében. Az majd a meglepetés. Így van. Persze benne van a pakliban, hogy fogalmam sincs, hogy mennyi resource konténer kell ennyi kőnek a mozgatásához, vagy eltárolásához inkább. Én is ettől tartok. Igazán, már nem úgy, attól, hogy te nem tudod, hanem hogy én nem tudom. Úgyhogy ugye ezt nem tudjuk, hogy tényleg, hogyha ledaráljuk az összeset, az mennyi lesz. Hogyha minden jól megy, akkor most ezt meg tudom mutatni, hogyha ezt megnyújjuk ezt a gombot itt. Kicsit fennakad, de működik a történet.
És aha, ez így frankó lesz, szerintem ez itt elég alacsony a célnak. Még oda kettőt kell tenni, hogy jó legyen ez az egész, amúgy megemelhető majd az egész kamion, hogyha szükség lesz rá, és nagyon sok lenne a törmelék. Miatt picit aggódom is amúgy, hogy sok lesz majd a törmelék. Nem tudom, te... Hát, igen. Erre hogy hát, készülsz? Ha arra mész, hogy egybe ledaráld az egész követ, akkor ott rengeteg cucc lesz. Úgyhogy azon valahogy át kell majd verekednünk. Na mindegy, hát majd így vagy úgy sikerülni fog, gondolom. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire kivitelezhető, és... A biztonság kedvéért lebutoltam magam, hogy a Jack ne hallja, mert én arra megyek most, hogy... Hát, bár nem tudom, hogy 16 darab ilyen resource container el tudja-e nyelni azt a három követ, nagyon remélem, hogy igen. Na most ez úgy fog menni, hogy... Ez itt, ugye le fog jönni, itt még kettő idefér, és utána, tehát ugye, amit az előbb is mutattam, nem ez a gomb, ugye így le tud menni, direkt úgy van megcsinálva, és hogyha felhúzom, ugye ezt majd bent a kabinból lehet irányítani, akkor meg tudna fordulni, és azáltal, hogy ez megfordul, csak a csapágy nem teljesen középen van, és erre még oda kell figyelni, mert az ott nem jó, oké, ezért jönnek itt a gyerekbetegségei, igazából, hogyha levágjuk azt a részt, akkor most be fog ugrani, de igen, és ott a végét is le lehet szerintem vágni, hát mondjuk azt még meg kell várni, hogy arra szükség lesz-e, akkor ezen az oldalt is majd vágunk belőle egy picit. És az a lényeg, hogyha ez így befordul, ez pont 180 fok elméletleg, akkor hát igen, tökéletesen áll, csak azért áll picit odébb egy blokkal, mert ugye nem középen van a csapágy. Mert ugye páros a szélessége természetesen, úgyhogy ezt elcsesztem. Valahogy így fog kinézni a raktárunk, most ilyen félkész állapotban van, de kíváncsi vagyok, hogy fog működni. Ugye, hogyha ezt megnyomjuk, ez pont az első, de hogyha hátsót megnyomjuk, ugye azt le tudja ereszteni. Lecseréltem az oldalát csőre, és így könnyebben ki tudja tolni. És hogyha fölhúzzuk, akkor utána ugye meg tudjuk forgatni. A forgatás lassan történik, ha gyorsabban átnyúk, ennél azért gyorsabban történhetne, mert el fogunk aludni, ameddig megfordulnak a tárolóink. Jack ezen ki fog szerintem égni. Tegyünk egy picit gyorsabbra. Ez nem sokat segített a történeten, kicsit úgy érzem. Hát csak mondjuk így. Hát igen, ez így. Ez ennyit tud. Tehát szerintem ez nem is lesz gyorsabb sosem. Elég cink, de hát... addig tudunk majd fúrni, ameddig ez fordul. Hát ezt majd észre kell használni. Addig fúrunk, ameddig átfordul a raktár. Jézus, ugye bár itt jön ebbe a képbe az, hogy a csapágyakat nem lehet erősíteni. Úgyhogy ez egy nagyon szomorú sztori. Amúgy rohadt jól néz ki, tehát annyira megalomán lett, hogy az valami ilyetetlen. Azt a mindenit! Erre mondtad, hogy repülnek szana szét a kövek. Aha. Hát és egy dologgal nem tudom, hogy mit fogok kezdeni. Már az is jó lesz így. És akkor úgy jönnek ki belőle a kis rudacskák. Hát igen. Hát, hogyha a földre kerülnek a cuccok, a földön én nem... Hát szét tudom szedni, csak hogy nem olyan effektivitással. Ezért kellett volna azt, hogy az egészet egy ilyen búra alá teszem köböl. Hogyha jól repül fel, akkor mi? Blokkokon is keresztül tud babolni, amikor fölrepül. Tehát nekem volt olyan, ahol egyszerűen nem lett volna szabad, hogy keresztül repülni, és egyszerűen átrepült rajta. Sajnos a búra sem segít neki, hogyha egy ilyen nagyon magas búrát csinálsz, amiről visszapattam. Minden megfelelően be lett állítva, és így már a sebessége is élvezhető ennek az egésznek. Szerintem Jacknek amúgy tetszeni fog. Kicsit alakítgattam, kivettem a felfüggesztéses pisztonokat, mert a játék ezt nem nagyon kedveli itt multiplayerben, úgyhogy azt elengedtem, úgyse használtam volna. A lényegi rész az itt található, meg az elején. Azért itt van így alul egy sor, mert ami a földre leesik, azt fel kell dolgozni, aztán pedig majd összecupákoljuk a földről, ami olyan. Reméljük, hogy ez sikerülni is fog, mert majd így is be kell szaladni alájuk. Lehet a motorom még egy kicsit erősítek, és igazából szerintem lassan kezdhetjük. Készen állsz, hogy meglásd ezt a csodát? Készen állok. Lefestve nincs, de úgy voltam vele, hogy persze, persze. Ez így is csodálatos. Oké. Ez a kamion koncepció, és az a lényeg, hogyha ide jössz az elejéhez, akkor azt megmutatom, várjál, hátrébb tolatok. Hogy ezt így kerekek azok érdekes dolgot művelnek, de az kliens oldali. Hát igen. Az ország igen. Tehát, hogy ezt fel lehet ideig emelni. Eredetileg több fúrót akartam vízszintesen, de mivel ez ilyen magas, ezért erre nincs szükség. És a legnagyobb magic, hogyha megnézed itt a hátulját, akkor ez kicsit magas. Nézd, gyere ide. Ez kicsit magas, és ez így nem tudja felvenni. Ezért. Hopp, nem. Aha. Ezt le lehet engedni. És hogyha nem bugol, akkor le is szokott menni. Igen.
Mindegy, majd valószínűleg, ahogy kicsit mozgatom, majd... Nem? Most nem akarja az igazságot. Ja, és akkor meg tudod forgatni. Igen, és meg tudom forgatni. Ez persze ilyenkor nem működik. Látod? Na most jó. Csak vissza most kellett tolni. És akkor itt le tud menni, és hogyha visszahúzom, és hát ez volt, ami kérdéses volt számomra, ugye, hogy lehet gyorsabban megfordítja az egészet. Ennyi. Ez egyszer fel is borította a kamion tesztelésed. Szerintem ez olyan brutálisan jól néz ki amúgy. Amúgy igen, ez menő. Hozzáteszem, ugye ez, amit mondtam közben, hogy majd mondom a végén, szerintem nem fog kelleni ilyen sok tár. Én azt hittem, hogy rengeteg tároló fog kelleni. Uh-huh. Nem vagyok benne biztos. Mindegy, azt hittem, hogy biztos akartam, meg legyünk őszinték, ez a kamion mérethez amúgy ez még illik is. Ja, teljesen. Tehát, ja, van benne egy rúd, az a Joker ott. Úgyhogy, hát figyelj, nem tudom, indítasz egy stoppert nekem? Én meg majd indítok neked. Pillanat. Aha. És akkor én nekiesek a darálásnak ilyen nagyon lazárba. Én nem feszülök rá, szerintem Jack úgyis le fog gyomni. Nem, de... egyébként nem vagyok benne biztos, mert majd meglátjuk, már egy pillanat, szólok, ha indul. Szóljál csak nyugodtan, még légkondi is van a tetején. Majd egy visszaszámlálást. Na, 3, 2, 1, mehet. Hogy megeszi? Azt nézd! Hoppá, amúgy figyelj, mit akarsz? Az első, az teljesen rendben van. Igen, kicsit szétpattognak ugye ez a probléma, de... Igen. És ugye, mivel ilyen jó széles, azért óvatosan meg tudom menni azt is, ami ott hátrébb van. Jó. Úristen, hova ne... Biztonsági távolságban helyezkedek inkább. Jézusom, azt a... Ezt összeszedni lesznek, jó, hogy rendes kocsim van. Azt a... Úristen, jaj! Ajjaj. A tején meg csak bátran legyen. Alig van FPS-em amúgy. Igen, hát ez most nekem sem. Hát tehenek azok konkrétan... alig hidegvérűek, röpköd mellette minden. Aha. Várjál, mert ujjj. Beszorult alám. Elfogyott az FPS, kell még rendelni. Azaz. Hátrébb rakhatom a gépet? Nyugodtan. Jó. Lehet, hogy nekem is kell majd csinálni, mert jó, be tud úgy szorulni a gépre, akár a kő, hogy jó, nem tudok vele mit csinálni. Oké, visszaraktam hátra. Ugye ilyenkor benne maradnak amúgy a felvett elemek. Azt hozzá kell tenni, hogy... Na, akkor csak az kell, ami ott hátul van. Most nem vett fel semmit, ugye... Jézusom! Na várjál! Ez nagyon szétszórtam. Most az a baj, fel kéne vennem azokat, amik megvannak. Próbálom azt, hogy feldolgozom azt, ami már kész van, ugye, hogy ne lagoljunk annyira. Hopp, ott már szedegeti hátul, csipegeti. Azt a mindenit. Amúgy sokkal rosszabbra számítottam összességében. Igen, ez nem annyira tetszett már neki. Balra is nagyon sok van. Menj le felé! Hord ez driftel! Azaz. Nagyon komoly. Bedrift... Jó! Atya ég, hé, az enyémeket hagyd békén. Tényleg is így szétvágnál. Nem mennek a fúróid. Tudom, hogy nem mennek, és nem kapcsoltam be ezzel. Annyi, hogy ami bepattan az enyém közé, ezt nyugodtan hagyd ki, mert most ezzel nem tudsz mit csinálni, hogy érted, nem tudod onnan kiszedni. Ez nem azt jelenti, hogy most mindent be kell pattatni az enyém. Ja, nem, most itt a izét próbál, ami az orránál van, azt elintézni. Próbálom itt összedriftálni magamnak itt a dolgokon. Az enyémnél már mindenképpen gyorsabb. Jó, hát ezt nem nehéz, tehát a motorerőt kell felhúzni, nem? Na, menjünk vissza furogatni egy kicsit, mert amúgy van még hátra másfél szikla. Azt itt driftelgetek össze-vissza. Másfél. Igen, tehát az alapbontást ezt nagyon gyorsan végzi. Hát nem azzal van a baj, igen, az összeszedéssel igazából. Igen. Tehát ez külön kéne még egy összeszedő, aki jön utána, és akkor tudod ő... Baci, szerinted az életben van? Úristen. Baci, az ott a sziklákat legeli, vagy én nem tudom, mit csinál. Igen. Nyalja a sót. Nagyjából feltakarítok. Igazából a bontás részét amúgy pikpak meg tudnám csinálni, hogyha arról lenne szó. Igen. De ne menj tovább, légy szíves! Állj meg! A kőfoci. Azaz.
Tényleg ez arról szó. Ja. Kéne egy ilyen gigantikus izé söprögető, hát most nézd meg, hogy itt most mi van. Már megpróbálok végben így a, hát a két sziklasor között, ugye, ami már nincs ott, ahol ott van rengeteg törmék, lehetőleg úgy, hogy a jackét ne daráljam be. Én nekem annyival kevesebb munka. Jó, ez az, de szépen dolgozzuk fel az alapanyagot. Ez az nagyon szép, nagyon szép. Igen, az a titka, hogy ilyen kicsiket kell haladni, mert hogyha meglódulsz, akkor nem történt semmi. Én láttam, hogy elfutott. Igen! Szóval, akkor... ha nagyon meglódulsz, akkor elfocizza ugye jobban a cuccokat. Hát túl mennyire vagyok te lesz, meg tudod nekem közben mondani? Húha, várjál. Hát lehet, hogy cserélned kell. Hát nem. Van még hely bőven. Az egyik oldalad az... kb. Tele van, a túloldat kb. 3 üres még. Á, nem, csak az elsők vannak tele. Jó. Kész. A hátsó hat az még szintén üres. Eldriftelem bocit! Hátsó hat az még üres, jó. Hopp. Azt nem mond, ugye azért nem kell elmennem. Az berepült oda a fák közé. Nem, azt nem. Nem is láttam. Akkor nem volt ott semmi, ez egy badár volt. Akkor igen, jó. Elég lesz, mert már hozzáérsz majdnem az enyémhez. Jó, oké, amúgy lehet, hogy itt kiszedtem egy picit belőle, de majd úgyis izé lesz. Egy pár követ ott hagyok neked cserébe. Jó, akkor... Na mondj egy időt! Ez 11 perc 30 másodperccel befejezetnek nyilvánítódik. Jó, és ott azért van egy-kettő még a földön, de amúgy elég sokat összeszedtem. Sajnos tényleg az, hogy elrepül, ugye ezt most hogy határozzuk meg, most szedd össze az utolsó darabig, tudod? Hát, nem beszéltük meg, azért nem ezen fog múlni. Hé! Bocival óvatosan. Ja, bocsánat. Azt majd te kinyírod, vagy mi? Nem, az előzőt sem nyírtuk ki, elfutott. Mindjárt érkezik a Jacknek a gépe. Annyi érdekesség, hogy azért a tárolók egészen megteltek. Itt a hátsókból, hát szerintem legalább 4 tele van. Utána a következők egy kicsit üresebbek. Ugye nyilván ugye, amik előrébb voltak, ugye így leeresztve, azok teltek. Tehát ez az első 4, az szinte szerintem csutkán van. Uh-huh. És akkor utána minimális, ez igen. A hátsó 4 az, ami üresebb. Illetve ezek is vettek föl. Elég sokat, szerintem, hogy bepattant és a többi, meg még nyilván egy picit alaposabban rendet raktunk, hogy Jacknek azért legyen egy kis esélye, úgyhogy úgyhogy még onnan néhányat felszedett, de a lényeg, hogy amivel taggódtam, hogy a tárolók nem lesznek elegek voltak, úgyhogy nem kellett itten cserélgetni. Ide hallom elektromos motor. Mi az Isten ez? Ez egy gigatargonca? Valami olyasmi, egyébként van neked is itt bent, ha gondolod. Ó, nagyon szuper. Hogy lehet ide bejönni? Engedjenek be! Az ajtó a rámpa mellett ott nyílik. Amúgy tényleg én ajtót elfelejtettem szerintem tenni a kamionra. Ez tökre kiment a fejemből, egy nyitható ajtót akartam rá, és nincs rajta ajtó. Ezért fogok veszteni a szépségversenyet. Így van. Nem kell nyomnod, mindegy, én is tudom bentről. Na, mindegy. Bent is van gomb az ajtón. Ez úgy néz ki, szóval... mint egy ilyen... tudod, vannak ezek a konténerrakodó vonatállomások. Igen, egy kicsit olyan. Csak ez menni is tud. Ez menni is tud. Elől üveg, illetve oldalt rácsvéd minket a mindenféle felverődő kövektől, illetve tehén daraboktól, akarom mondani kövektől. Azt nem szabad, mert konfetti lesz belőle úgyis, az behullik. Így van. Ja, és csak hogy amúgy egyszerűbb legyen vele gyűjtögetni és söprögetni, hogyha oldalirányba kell menni, akkor van egy ilyen kis hasznos gomba, amit megnyomok. Á, és akkor... És elfordulnak a kerekek. És összvisz négy lehet, kerék tartja föl. Lehet vele oldalazni, így van. Isten, mennyi ez. Na igen, ez az az ötlet, amitől én tartottam, és amúgy tetszik, hogy oldalt ez a begyűjtő van körbe. Viszont, hogyha már itt tartunk, Survivalben, ez azért lenne problémás, mert dimbes dombos a játék, ugye? Persze. Ilyen ez csak totálsig talán ott működik. Talán az enyém lehet, hogy jobb lenne, bár az sem, mert az meg túl hosszú, és ugye ott igen. Meg az lenne a probléma, hogy a köztes részeken akadna föl, Survivalben valami kompaktabb dolog kell, de amúgy ezekből lehet tök jó ötleteket összedobni, kisebbeket. Meg hát ott ugyebár az üzemanyag sem mindegy, hogy most elektronyos vagy mennyit kell meghajtani. Meg hát ki is kell farmolni a géphez az alapanyagokat. Keresek egy időzítőt. Én leszek most itt a versenybíró, mint hogyha csak valami sorsoláson lennénk, csak ez most egy komoly verseny, amit sajnos félek, hogy meg fog nyerni a fiatal ember, de reméljük, hogy nem. Na, már beszéltem a tehénnel, hogy bugázzal azt a gépet. Számolhatok? Készen állsz? Igen. Na, 3, 2, 1, met! Milyen számolás volt ez, kérem? Óvatosabban, és akkor talán nem repül. Ó, nézd, már nem tudja lefúrni. Oda menjek segíteni? Ez
csak szép apránként kell fúrni, nem szabad különben átpattan, mint az a példa mutatja. Aha. Jó, csak még nem nagyon pattant el olyan, amit nem szedtél össze. Így van. Basszus. Azért, mert szép apránként küldöm rá. Aha. Na igen, ez tényleg sokkal jobb ötlet, mint az enyém. A hatékonyság szempontjából mondjuk. Minden szempontból. Érted, kiállt itt a izé? A konténerpakoló állomás. Úgy, küld rá, hagyjatok, dolgozza föl. Azaz, nyami. Gyerünk, szikla, bírd még ki egy kicsit! Úristen! Na, rábont, ilyen Himalaját elbontasz. Na, jó van már. Az enyémmel lehet driftelni. Ez tény. Tehén, menjél létszves az útból. Az igen! Igen, na, ilyen, amikor ráengedem terébe. Az igen. Hát ez ilyen... csak egy pici kerész volt. Erről azért jut eszembe, amikor a hagymát berakom az aprítógépbe, tudod? Igen, a turmixban mi a katona. Várjál, jövök ezt is megnézni. Hát ez esélyem nincs. Konkrétan egy pattant el eddig, amit össze kell szedned? Kb. Igen, aha. Hát még igazán sem nagyon kéne, mert... Még az is kevesebb, mint amit neked pattansz. Na várj egy kicsit, ami ott van a tetején, az hogy szeded össze? Sehogy ráesik, majd előbb-utóbb az kész. Uh-huh. Érdekes. Ott ugrára! Nem már! Tényleg leesett. Amúgy egy kicsit szerintem nagyobb távolságot is lehet amúgy a fúrók között hagyni, hogyha... Lehetett volna, csak már nem akartam újraépíteni, de igen. És akkor ugye amik a tetején ragadnak, ugyebár és húzzák itt szépen nekünk az időt, azok is tudnának. Egyébként maradjunk annyiból, hogy már most kevesebb van nekem, mint aminek. Így van ezt, de hát csak azért, mert tudod, kicsit belefúrtam a tiédbe. Uh-huh. Nézd ott a tejét! Aj. Persze, még oldalazva megy. Ja, hát azt még ott összeszedjük, de szerintem ezt már nyugodtan állíthatjuk, ezt az időzítőt. Most állítsam le? Hát mondjuk. Meg állítsam, legyen most, és akkor kereken 5 perc. Ugye volt egy kis technikai probléma, hogy teljesen kitolja Jack, akkor nem mindig jön vissza a teteje. Igen. Nem ért ez a fiú ez a technológiához. Nem, sajnos bugos valamiért, úgyhogy ezt nem nagyon tudjuk, hogy miért. Se baj. Hát jó, ezt el kell ismerni, ez jobb lett. Legközelebb fát fogunk vágni, egy ilyen kis titkot elárulok. És arra már van jobb ötletem, amúgy. Csak mondom. Jobb, mint az enyém? Hát, jobban fog működni, mint hogyha ezt használnád favágásra. Az biztos. Úgyhogy majd meglátjuk. Meg is remélem. Meglátjuk, hogy ott mi lesz a matek. Hát ezt most el kell ismernem, hogy ez sokkal jobb lett. De ide rakom azért az enyémet is, csak hogy azért látszik, hogy most nem lesz megtöltve, mintha dolgozott volna, ugyebár. Ez lenne az a két gépezet, amit 3 óra építés után sikerült összehoznunk, és ugyebár én némi törmelék otthagyásával, de csak azért, hogy Jacknek a munkáját ne rövidítse meg, ugye 11 perc alatt, Jack pedig ugyebár 5 perc alatt le tudta aratni azt a 3 kavicsot, ami most a cél volt, ezzel nyilván Jack nyert. Természetesen én azért bízom benne, hogyha megszavazzátok a komment szekcióban, hogy kinézetre melyik néz ki a jobban, mondjuk... Akkor Jack 2 díjat is fog nyerni. Az a baj, hogy félek kicsit, mert igen, ez a vonat konténerpakoló állomás, ez amúgy tényleg jól néz ki. Viszont én bízok benne, nem volt időm lefesteni. Ez set story, tehát az nagyon sok idő lett volna, hogyha szépen lefestem az egészet ilyen munkagépesre, de akkor lehet, hogy egy picit szebb lenne az én gépem is. Remélem azt, hogy lesz olyan, akinek elnyeri a tetszését. Úgyhogy a mai versenyt, illetve én azt merem mondani amúgy, hogy a hatékonyságot is Jack vitte, majd a következő részben, amikor fát kell vágni, akkor majd véged lesz, ne aggódj. Úgyhogy, srácok, hogyha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretnétek és még nem tettetek volna, megiratkozzok fel. Hamarosan jövünk újabb Scrapmanikkal, itt volt velem a Jack. Sziasztok! Jobb lehetek, sziasztok!